A hagyományokhoz híven a sátoraljaújhelyi október 6-ai megemlékezés a Széphalmi Múzeum kertben a 15. aradi vértanú Kazinczy Lajos szobra előtt zajlott. Az ünnepséget nyitó himnusz után a Jókai Mór általános iskola dramatikus szakkörének előadása idézte föl a hősök emlékét, a vérbefojtott forradalmat, nemzetünk tragédiáját. Török Ignác! Honvéd tábornok! Kegyelmet kérek az elítéltnek! Istennél a kegyelem! Mérnökkari ezredes! Tanítványai között találjuk Görgei Artúrt és Klapka Györgyöt is. Barátságos, szelíd ember volt. A rendezők a Magyarok Világszövetsége zempléni tagozata és Sátoraljaújhelyváros önkormányzata nevében a résztvevőket végső névfazekas Aranka köszöntötte, majd nagykapos római katolikus esperes plébánosa Pásztor Lorenzo mondott emlékbeszédet. A 13 aradi vértanú odaadott élete. Adjon nekünk egyaránt törekvő szívet, kultúránk, valamint közös keresztény-magyar örökségünk ápolására. Kiemelt tisztelettel emlékezünk a mai napon azokra a hősökre és áldozatokra is, akik a földi haza mellett az örök hazába vetett reményükkel hozták meg a legnagyobb áldozatot, életük odaadását. Istenbe vetett hitükkel, családjukhoz, népünkhöz ragaszkodó szeretetükkel a tanúságtétel maradandó példáját állították elénk. Az Interbox kórus előadásában elhangzó kórusművekkel zárult a műsor, mely után Sátoraljaújhelyváros önkormányzata, alapítványok, oktatási intézmények és pártok megkoszorúzták Kazinczy Lajos tábornoknak a 15. aradi vértanúnak a mellszobrát.